BMI az alapvetően a testtömegindex, ez egy mérőszám, ami megmutatja a testsúlyunknak és a testmagasságunknak az arányát. Ezt elsősorban ugye ahhoz szokták felhasználni, hogy meg tudják állapítani, hogy egy adott személy elhízott, vagy esetleg alultáplált-e. A kilogrammban mért tömeget el kell osztani a méterben mért magasságunknak a négyzetével, vagyis például egy 70 kilós, 180 centis ember esetében 70-et el kell osztani 1,8 a négyzetennel. Meg vannak határozva tollig pontok, hogy honnantól számítjuk ezt normálisnak, honnantól számítjuk elhízásnak vagy alultápláltságnak. A klasszikus meghatározások nem különböztetik meg a férfiakat meg a nőket, ami egy probléma, a gyerekeket viszont igen, úgyhogy az úgy azt gondolom, hogy korrekt, hogy a gyerekeket nyilván külön kategóriába sorolja ez a rendszer, de már ma vannak olyan finomítások, ahol más határértékeket adnak meg férfiak és nők esetében. Sok esetben nem pontos vagy félrevezető lehet, ugyanis az, hogy a súlyunkat és a magasságunkat megadjuk, az messze nem fedi le azt, hogy ez a súly például zsírból, vagy mondjuk izomtömegből milyen százalékban tevődik össze. Úgyhogy például elhízottabbnak mutathat, vagy elhízottnak mutathat egy erősebb csontozatú, vagy egy nagyobb izomtömeggel rendelkező embert, és ezért csalóka. Úgyhogy ma már azért fenntartásokkal kezelik ezt az értéket, és mindenképpen szoktak javasolni mellé egyéb eljárásokat is, akár a testzsír százalékmérést, akár a hasi körfogat számolást vagy mérést. Amihez még esetleg lehet használni, azok nagyobb kimutatások, akár mondjuk WHO szintű eredmények. Hogyha mondjuk fel szeretnék mérni azt, hogy világszinten hány elhízott ember van, akkor ezt az indexet tudják használni, és például nagyon érdekes és inkább ijesztő, hogy a 2014-es becslések alapján világszinten körülbelül 1,9 milliárd túlsúlyos ember van, és a fiatalok, kamaszok esetében is az elmúlt 30 évben meg 10-szereződött a túlsúlyos vagy elhízott fiataloknak a száma.